Óriás beruházás fényes litkén, jövő tavaszra készül el a térség legnagyobb vasúti terminálja. Különleges gyakorlat, égő repülőgépet kellett eloltaniuk az újfehértói tűzoltóknak. Autólopás Nyíregyházán, biztonsági kamera vette fel a bűncselekményt, megmutattuk a rendőröknek. Még keresi a rendőrség a keddi nyíregyházi pénzszállító kirablóit. Ez a Kölcsey Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Kedden a déli órákban támadták meg ismeretlenek az egyik pénzszállító cég alkalmazottait, akik éppen pénzt vittek a Fazekas János téri egyik bank automatába. Azt a vagyonőrt, aki kiszállt az autóból és a pénzzel teli táskát vitte volna a géphez, megfenyegették. Leütötték, majd a rablók a zsákmánnyal együtt elmenekültek. A megyei rendőrök hajtóvadászatot indítottak az elkövetők ellen. Arról nem szórtak a hírek, hogy van-e fegyver a tetteseknél. Kerestük egy nappal a rablás után a rendőrséget, hogy van-e előrelépés az ügyben. Azt közölték, hogy a keddi közleménynél többet a nyomozás érdekeire hivatkozva nem kívánnak mondani. Amint lesz előrelépés, arról beszámolunk. Jövő év elején fejeződik be Kelet-Közép-Európa legnagyobb vasúti termináljának építése fényes titkén. A beruházásnak köszönhetően Magyarország aktív részese lesz az ázsiai kereskedelmi útvonalnak. Szerdán adták át a terminálhoz vezető normál és széles nyomtávú vasúti csatlakozást. A beruházás 2022 tavaszán készül el. Madár távlatból jól látszik, milyen hatalmas területen folynak a munkálatok fényes litke határában. Jelenleg mintegy 85 hektáron dolgoznak a szakemberek, az itt készülő vasúti terminál teljes területe azonban a 150 hektárt is megközelíti. Itt lehet majd vasútról közútra, közútról vasútra és vasútról vasútra is átrakni konténereket, konténertartályokat és félpótkocsikat. A terminál az Európa és Ázsia közötti vasúti útvonal egy jelentős csomópontjában épül meg. Visszaállítja azt a fajta jelentős forgalmat, amelyet Záhony valamikor ezen az útvonalon megvalósított, és újra lehetőség lesz arra, hogy nagyon jelentős forgalom jöjjön Magyarország felé ezen az útvonalon. Az energia előállítását saját naperőművel biztosítják, és elektromos traktorok segítik a szállítást a területen belül. A környezetkímélő technológiáknak hatalmas jelentősége van, hiszen a keleti tranzit forgalom az elmúlt évtizedekben eltolódott a kamionos fuvarozás irányába, ami kedvezőtlen folyamatokat indított el. Ebben a környezetkímélő törekvésben a MÁV is komoly partnerséget vállalt. A klímaváltozást okozó károsanyag kibocsátásért nagyban felelős az ipar és a közlekedés. Ezért nem mindegy, milyen eszközzel zajlik a nemzetközi árufuvarozás. Jelenleg a közlekedő módok közül a vasút mindössze 1%-kal járul hozzá az üvegházhatáshoz, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátásához, annak ellenére, hogy a személyszállításban 10, az árufuvarozásban pedig 20%-nyi piaci részesedése van. A változáshoz a vasútnak versenyképesebbé kell válnia, ez olyan modern és intelligens ipari megoldásokkal és infrastruktúrális fejlesztésekkel érhető el, mint az East-West-Gate, amely ugye a széles és normál nyomtávú vonatokon szállított konténerek átrakását, kezelését teszi majd lehetővé. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, 2009-től kezdődően, amikor egy hatalmas ipari park kezdett kiépülni a most épülő beruházás közelében, folyamatosan igény volt a vasúti kereskedelem fejlesztésére. Szeszták Miklós kiemelte, a rendszerváltás idején itt működött Európa egyik legkomolyabb vasúti kereskedelmi csomópontja, az utóbbi évtizedekben azonban ez a fontos szerepe eltűnt a térségnek. Ha kicsit 90-hez képest előre visszük az órakerekét, akkor mondjuk 1995-ben, akkor ez a mennyiség mondjuk ki nyíltan a nullára esett, és onnantól kezdve próbáljuk mindig valamit újra csinálni, hogy igenis visszatérjünk erre a térképre. És azt gondolom, hogy ez a beruházás az az ipari park alapkületét, amit 2009-ben nagyon hidegbe letettünk, az mind-mind ezt a célt szolgálja. Nem csak globális szinten lesz fontos szerepe a mintegy 30 milliárd forintos beruházásnak. Csak a kivitelezés idejére több mint 150 új munkahely jön létre, majd a terminál működésekor is 400-500 állandó munkaerőre lesz szükség.
Ez számos lehetőséget biztosít a környékbeli munkavállalók számára. Nálunk Fényesiként nagyon jó a munkanélküliség aráta, 10 közfoglalkoztatottunk van, 2600 emberből dolgosak a Fényesitkiek, és nagyon büszke vagyok rájuk. Ingatlan árban ma már Kisvárda mellett vagyunk, tehát azt jelenti, az itt élő embernek érdemes befektetnie, hiszen az értéke meg fog maradni, ez a beruházás pedig ezt tovább fogja ezt erősíteni. A beruházás már év végére elkészülhet, ami után 3 hónapos próbaüzem veszi kezdetét. Az intermodális terminál így a tervek szerint 2022 első negyedévét követően áll üzembe. A csomóponton évente akár 1 millió darab 20 lábas konténert is tudnak majd kezelni, így kapacitását és területét tekintve ez lesz a legnagyobb ilyen létesítmény Európában. Különleges gyakorlaton vehettek részt az újfehértói tűzoltók Debrecenben. A repülőtéren egy tűzeset szimulációján tehették próbára tudásukat nem mindennapi körülmények között. Hosszú József polgármester azt mondta, azért örül ennek a lehetőségnek, mert így még nagyobb biztonságban érezhetik magukat az újfehértón élők. Az első lépéseket mutatják az újfehértói tűzoltóknak a debreceni repülőtéren. A tűzoltók a megfelelő védőfelszerelést felvették, az öveket szorosra húzták, és elindult a gyakorlat. Aztán kigyulladt a repülők kereke, majd egy pillanat múlva már a turbina is lángolt. A tüzet vízsugárral kezdték el oltani. Újfehértó polgármestere azt mondta, nagy gondot fordítanak a városban arra, hogy naprakész tudással rendelkezzenek tűzoltóik. Újfehérdon az utóbbi időben sajnos olyan hírek keltek szányra, hogy veszélyben van a tűzoltóság működése. Ugye indul a választási kampány, többen ezt erre a tűzoltóság életét is erre szeretnék felhasználni, hogy önmaguknak politikai tőkét kovácsoljanak. Most ezzel a mai gyakorlattal is erre is szeretnénk rácáfolni, hogy Újfehérdon a tűzoltóság léte biztonságban van, az újfehérdi emberek biztonságáért szavatosságot vállalunk, tehát nekünk nagyon fontos az, hogy a tűzoltóság működjön, és ezért is jó ez a mai alkalom, hogy el tudtunk jönni ide a debreceni repülőtérre egy gyakorlatra, ahol olyan helyzeteket tudnak szimulálni a tűzoltóink, amelyek a való életben is megtörténhetnek, hiszen egy tűzeset bármikor történhet. Repülőgép tíz bízunk benne, hogy nem lesz Újfehérdon a közeljövőbe, de az, hogy egy mesterséges körülmények között tudunk olyan gyakorlatot végrehajtani, amelyre otthon nincs lehetőségünk, ez egy nagyon nagy köszönetért a Detka Kft-nek, aki ezt lehetővé teszi számunkra. A gyakorlatot szervező társaság lehetőséget biztosít a városi tűzoltóságoknak arra, hogy az elméleti tudást megfelelő gyakorlati lehetőséggel egészítsék ki. Ezért hozták létre bázisokat a debreceni repülőtéren. Fontosnak tartjuk azt, hogy a városi tűzoltók nem csak a közületi városi körülmények között szerezzenek tűzoltási gyakorlatot, hanem a ilyen speciális repülőtéri körülmények között is megállják a helyüket. Véleményünk szerint ezt máshogy nem lehet elérni, mint hogy gyakorlatozzanak. Tehát az elméleti tudásokat ki is tudják próbálni. A gyakorlaton a 16 újfehértói tűzoltóból 7-en vettek részt. A többiek otthon teljesítettek szolgálatot. Hosszú József polgármester szerint ez a sikeres gyakorlat is bizonyítéka annak, hogy a településen élők biztonságban érezhetik magukat. Mi nagyon örülünk annak, hogy ilyen lehetőséget kaptunk, hisz helyben ilyen próbákat nem tudunk végrehajtani, nincsenek ilyen eszközeink, amelyek itt a repülőtéren a Detka Kft-től megkaptunk. Ezt nagyon szépen köszönjük nekik ezúton is, és az Újfehértő lakosokat szeretném még egyszer megmutatni, hogy Újfehértőn a tűzoltóság működik és működni is fog, mindenféle ellentétes politikai támadástól függetlenül. A nem mindennapi tapasztalatszerzésre azért is szükség van, mert az újfehértői tűzoltóság vonulási területe bővült. Ők vigyáznak a biztonságra Tégláson is, és hozzájuk tartozik már az M3-as autópálya Nyíregyháza-Nyugat, Nagykálló közötti szakasza is. Technikai okok miatt nem fogad ügyfeleket néhány megyei kormányablak a következő napokban. Csütörtökön a nyíregyházi állomástéri hivatal, pénteken a rakamazi, június 1-én, kedden pedig az újfehértói kormányablak nem fogad ügyfeleket. A többi kormányhivatal nyitva tart. Egyre kevesebb autót lopnak el Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még az átlagnál is kevesebbet. Az elmúlt fél évben összesen 2 autólopásról tudnak a megyei rendőrök. Adataik alapján a bűnözők elsősorban a Ford, az Opel, a Suzuki, a Volkswagen és a Renault márkákat keresik. Május 5-én a hajnali órákban készült ez a felvétel Nyíregyházán a Korányi Frigyes utcán. Egy ismeretlen beül az Opelbe, felgyulladt a tolatólámpa, majd kikanyarodik és elhajt.
az autó nem a sofőré volt, ellopta azt. Az autó tulajdonosa a Facebookon számolt be az esetről. Kerestük, nem szeretett volna kamera elé állni, de azt üzente. Mindkét gyári kulcs nálam volt, az autó csukva volt, és nem tudom sajnos ki lehetett. A videón kívül sajnos semmit nem tudok. Nyilván ki lehet, el lehet intézni a kocsit egyébként kulcs nélkül is nagyon hamar, de itt az elég feltűnő, hogy nagyon közre elindult a jármű, és tulajdonította az elkövető. A videót a tulajdonos engedélyével megmutattuk a rendőrségi szakértőnek is, aki azt mondta, egy eset is sok, de szerencsére a megyében nem jellemző az autólopás. Szerencsére az elmúlt években jelentősen visszaesett az autólopások, hogy a járműnken sejvetelnek a száma, így Nyíregyházán is. Ez országosan is így van egyébként, de gyakorlatilag azt lehet mondani, megyénkben elhanyagolható ezek a deliktumok. Különbséget kell tenni autó önkényes eltulajdonítása és autólopás között. Az előbbi, amikor használatra valaki beül egy autóba, elmegy vele A-ból B-be, majd kiszáll és ott hagyja. Autólopásnak minősül, amikor haszonszerzés céljából tulajdonítják el, és egyben vagy alkatrészként értékesítik. Általánosságban elmondható, hogy nem egyszeri bűncselekményről van szó ezekben az esetekben, hanem szervezetten művelik ezt a tevékenységet. Az elmúlt időszakban ilyen bűnszervezetek felderítésére is volt példa. Elég gyakran megtalálják a gépjárműveket. Nyilván, hogyha szétszedik alkatrészekre, akkor ez bonyolítja a dolgot, de erre is volt példa egyébként az elmúlt években, hogy ilyen hálózatot derített fel a rendőrség, hiszen azt tudni kell, hogy aki gépkocsit lop el abból a célból, hogy a szétszedje, az nem egyedi esetet takar, hanem ez egy sorozat jellegről beszélhetünk. Ebbe is voltak felderítéseink. A büntetési tétel az általában sok mindentől függ. Nyilván a sorozattól, meg bűnszervezet, meg vannak különböző minősítő körülmények, de azért ezekben az esetekben általában a bíróság szabadságvesztést szokott kiszabni, miközben letöltendőt. Országosan összesen 320 lopott autót tart nyilván a rendőrség. A statisztikák szerint kicsit kevesebb, mint a felét megtalálják a rendőrök. A megyék rangsorában a 12. helyen áll Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, tehát nem jellemző ez a fajta bűncselekmény. Hármas karambol történt szerda délelőtt Nyíregyházán. A Kemecsei úton a Bodóhegynél akart egy Volkswagen transporter vezetője előzni, de összeütközött az őt már előző személygépkocsival. Az ütközés következtében neki csapódtak egy parkoló autónak is. A helyszínelés idejére ideiglenes forgalomkorlátozás mellett haladt a forgalom a Kemecsei úton. Mintegy 20 tonna szeméttől tisztították meg a megyét a közelmúltban a közút munkatársai. Az illegálisan lerakott hulladékot hivatalos lerakóhelyre szállították el a szakemberek. Megyénkben az utóbbi időben egyre nagyobb méreteket ölt a probléma, sokan ugyanis azt gondolják, hogy bárhol bármit eldobálhatnak, úgy is lesz, aki összeszedi azt. Speciális botokkal, nagy zsákokba szedték a szemetet a magyar közút munkatársai április közepén Nyírteleken. A hulladékgyűjtés annak az akciónak volt a része, amely szerte az országban egy héten keresztül zajlott. Az állami vállalat azóta összesítette is az eredményeket, az öt nap során országosan közel 1500 helyszínen 3200 köbméternyi 650 tonnányi illegális hulladékot szedtek össze. Megyénk országos közúthálózatán pedig 784 kilométeren, mintegy 20 tonna szeméttől mentesítették a területet. A kommunális hulladék mellett építési törmelék, elektronikai hulladék, gumiabroncs, lomok és sok más egyéb is a zsákokba került. Az autóablakon kidobált szemét az országos közúthálózaton bárhol előfordulhat, de vannak visszatérő helyszínek, például parkolók és pihenők, felhagyott útszakaszok és határátkelők, ahol a hulladék összeszedését követően kis idő elmúltával ismételni kell a szemétszedést, így ez folyamatos jelenlétet követel meg tőlünk. Az összegyűjtés követően a hulladékkezelő központokba kerülnek ezek a hulladékok, így ugye nyilván itt az erre jogosult kezelő át is veszi ezt a hulladékmennyiségeket. Mint a szakember figyelmeztet, az útmenti szeméthalmok nem csak elcsúfítják és szennyezik környezetünket, hanem egészségügyi kockázatot is jelentenek. A mérnökségi brigádok teljes munkaidőben végezték az elszórt és jogellenesen elhelyezett hulladék eltakarítását. A munkából emellett a közfoglalkoztatottak is kivették a részüket, összesen közel 150-en a megyében. Társaságunk az útmenti területeken észlelt illegális hulladék lerakás megszüntetéséről rövid időn belül intézkedik. Azonban meglátásunk szerint megyénkben az illegális hulladék elhelyezések száma folyamatosan növekszik, melynek számos okai között szerepelhet, hogy a közúton közlekedő azt látja, hogy van, aki úgyis összeszedi a kidobált hulladékot. Társaságunk a szemét összeszedésén túl igyekszik a médián át tudatni a közlekedőkkel, hogy a szemét összeszedése és elszállítása rengeteg kapacitást von el más fontos útüzemeltetési munkáinktól.
A társaság a hulladékradar nevű applikáción keresztül bejelentett illegális lerakóhelyeket is figyeli, ahonnan szintén elszállítják a szemetet. Mindenkit arra kérnek, hogy ne az utak mellett és a természetben, hanem az erre kijelölt helyeken hagyja a szemetét. Szúnyoggyérítés lesz csütörtökön és pénteken kora reggel Nyíregyházán. Levegőből és földről is értják a vérszívókat a megyeszékhelyen. A sóstói és a bújtosi tavak környékén, a Tokaji úti piac környezetében, Borbányán és a Kótai út környékén fogják kijuttatni a permetszert, amely emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes. Három számban a 100 és 200 méteres pillangó úszásban, valamint a 4x100-as mix vegyes váltóban állt rajtkőre a budapesti Európa-bajnokságon Hatházi Dóra. A nyíregyházi sportoló elégedett élete első felnőtt világversenyén nyújtott teljesítményével. Urbin Tamás tanítványa 200 pillangón szerepelt a legjobban, ahol a 10. időt ért el az előfutamok során. Azzal érkezett a vasárnap befejeződött kontinens viadalról Hatházi Dóra, aki a magyar csapatban egyedüliként képviselte a nyíregyházi színeket. A 17 esztendős versenyző szerepelt már ifjúsági Európa és világbajnokságon, a felnőtt mezőnyben viszont a budapesti EB volt az első világversenye. Dórára három számban számított a szövetségi kapitány. Urbin Tamás tanítványa 200 pillangón a 10. időt ért el az előfutamban, mivel azonban a 4 magyar induló közül csak 2 juthattak tovább, nem került be a középdöntőbe. 100 pillangón 54 induló közül a 29. időt húzta, míg a 4x100-as mix vegyes váltó tagjaként a 18. helyen zárt az NSC versenyzője. Úgy érzem, hogy amit lehetett, azt kihoztam belőle. A 100 miatt vagyok egy kicsit elkeseredett, ott jó lett volna közelebb úszni az 1 perchez, ugye 1 perc és fél másodpercet úsztam. 200 pillangón megjavítottam a korábbi egyéni csúcsomat, a mostani egyéni csúcsomtól 4/10-ben maradtam el, úgyhogy szerintem teljesen rendben volt. Urbin Tamás a szigorú járványügyi korlátozások miatt személyesen nem lehetett ott tanítványa mellett, így csak a technika segítségével tarthatták a kapcsolatot. Az edző a pozitívumok mellett azért hiányosságokat is látott tanítványa úszásaiban. Ha mindent összevetünk, és azt mondjuk, hogy az első felnőtt világverseny volt, akkor elégedettek lehetünk, bár nagyon sok hiányérzet van bennem. A 100 pillangóra készültünk, igazán percen belül időt vártunk, amire joggal számítottunk, az nem jött össze. 200 pillangón jobban szerepeltünk az elvártaktól, de itt is elmaradtunk az egyénitől. Több oka van ennek, ezt boncolgattuk közösen is, meg edzőkollégámmal is. Én azt mondom, hogy a váltóban mindenképpen fejlődnünk kell a váltással, a fordulókkal, rajtokkal, bár pont abban a váltóban sikerült indulni, a legnépesebb mezőny indult most. Mint Dóra elmondta, amikor tehette, a lelátóról szurkolt versenyzőtársainak, és igyekezett minél többet ellesni a legjobbaktól. Nyilván nagyon jó volt nagyobb úszók között úszni, és látni, hogy ők mit csinálnak versenyszám előtt, hogyan koncentrálnak, és tényleg, hogy volt olyan úsz, aki már a délelőtti futamok során kiúszta magából, ami volt, és azok után is még tudott javítani a középdöntőbe és a döntőbe is, úgyhogy tényleg egy nagyon jó tapasztalatszerzés volt. Egy pihenőt követően Hatházi Dóra elkezdi a felkészülést az őszi rövidpályás országos bajnokságra, közben nemzetközi versenyeken igyekszik majd még több tapasztalatot szerezni. Urbin Tamás a jövő héten 8 nyíregyházi versenyzővel elutazik a kaposvári ifjúsági országos bajnokságra, ami egyben kvalifikációs verseny az ifjúsági Európa bajnokságra. Az edző reményei szerint egy-két versenyzője kivívja majd az EB szereplés jogát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, de már röviden. Jövő év elején fejeződik be Kelet-Közép-Európa legnagyobb vasúti termináljának építése fényes litkén. A beruházásnak köszönhetően Magyarország aktív részese lesz az ázsiai kereskedelmi útvonalnak. Szerdán adták át a terminálhoz vezető normál és széles nyomtávú vasúti csatlakozást. A beruházás 2022 tavaszán készül el. Különleges gyakorlaton vettek részt az újfehértói tűzoltók Debrecenben. A repülőtéren egy tűzeset szimulációján tehették próbára tudásukat, nem mindennapi körülmények között. Hosszú József polgármester azt mondta, azért örül ennek a lehetőségnek, mert így még nagyobb biztonságban érezhetik magukat az újfehértón élők. Kulcs nélkül loptak el egy autót Nyíregyházán. A bűncselekményről biztonsági kamera készített felvételt. A rendőrök azt mondták, egy eset is sok, de egyébként nem jellemző a megyében az autó.
autólopás. Adataik alapján a bűnözők elsősorban a Ford, az Opel, a Suzuki, a Volkswagen és a Renault márkákat keresik. Önök május 26-án szerdán a Kölcsey Televízió híradóját látták. Hírműsorra legközelebb holnap várjuk majd önöket. Híreinket viszont éjjel-nappal megnézhetik honlapunkon és a Facebook oldalunkon. Én köszönöm figyelmüket kollégáim nevében, és szép estét, viszontlátásra! Szerdán éjszaka túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem várható, többnyire gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet hajnalban 5 és 12 fok között alakul. Csütörtökön csak gyenge csapadék fordulhat elő, az északnyugati északi szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. A hét további részében borult, csapadékos idő várható, de nem hűl le jelentősen a levegő, marad a 20 fok feletti átlag hőmérséklet.